A családomnak, meg a feleségemnek az elején furcsa volt, hogy a Fradi az mindenek felett áll, de megszokták, és nekik is már természetes. Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Fradi Szív. Ezúttal a Jégkorongozók csarnokába érkeztünk, mert hogy a mai vendégünk Hudák Gábor, a Fradi legendája. Köszöntöm, jó napot! Jó napot kívánom! És hát akkor a Fradi család, ha jól tudom, hogy gyakorlatilag előbb volt meccse, mint hogy beszélni vagy járni tudott volna? Szüleim elmondása szerint én 2 éves koromban már Fradi vízilabda mérkőzésen voltam, és olyan 5-6 éves koromban voltam először jégkorong mérkőzésen. Édesapám, sőt nagyapám is nagy Fradi szurkoló volt, tehát természetes volt, hogy én egész kiskoromtól a Ferencváros nagy családjába tartozom, és miután édesapámnak sok ismerőse volt a vízpartról, sokat járt velük mérkőzésekre, úgyhogy először ott voltam Fradi mérkőzésen. És akkor ez így az egész gyermekkorát végigkísért, hogy rendszeres Fradi meccsekre járnak? Igen, igen. Én az összes hazai labdarúgó mérkőzésre vitt édesapám, jó pár vízilabda mérkőzésre, télen meg természetesen jégkorong mérkőzésekre. Nekünk halandóknak, halandó Fradi szurkolóknak ez leírhatatlan, hogy milyen érzés felvenni a címeres meszt és játszani a Fradiért, de az leírható-e, hogy 20 évesen milyen a kedvenc csapatban bajnoknak lenni? Igazából nem. Bár az egy nagyon érdekes bajnoki címünk volt, mert akkor 3 csapatos volt a bajnokság, és a bajnokság végén mindenki egyforma pontszámmal állt, de egy igazoló nem jogosult játékos a volánban játszott ellenünk, hogy megóvtuk ezt a mérkőzést, és így lettük a zöld asztalnál bajnokok. Tehát az igazság kedvére ezt el kell mondani. De azért biztos sok jó emlék van abból a bajnoki címről, például ez a egészen fantasztikus retro mez. Igen, elhoztam azt a bajnoki mezemet, ez az egy, ami megmaradt régre, a többit már elajándékoztam, de miután ez volt az első olyan mez, ami a bajnokságot nyertem, ezt megtartottam. Ez nagy bezs, hol van ennek a helye? Ilyen pillanatban költözés alatt állok, úgyhogy most egy szekrénybe, de az új lakásban természetesen a megfelelő helyet fog biztosítani ezeknek a relikviáknak. És ahogy olvastam nyilatkozatait, ugye 84-ben ő még nagyon fiatal volt, és a 70-es évek legendás Fradi játékosaival játszott együtt. Az első pillanat az öltözőben, amikor bement a legendákhoz, az így megvan? Igen, én 18 évesen ültem, én a Mészai Andrásnak, az akkori példaképemnek, én csókolommal köszöntem. Úgyhogy azt kell mondani, abban az időben azért nagyon nagy rend volt, tehát az öregek ott nagyon szigorúan bántak a fiatalokkal. Aki ezt megszokta, az bennmaradhatott a csapatban, és a játékot nyújtott, aki nem, akkor az kihívott. És ugye nem is 84-től, de úgy mondjuk 89-90-től jött a Fradi korszaka, a Fradi időszaka. Mi volt annak a csapatnak a titka? Tulajdonképpen viszonylag egy homogén társulat volt olyan szempontból, hogy nagyon sokan együtt nőttek fel a KSI-be, korán jöttek a Ferencvárosba, és egy nagyon jó csapatszellem alakult ki, azzal az egy-két idősebb játékosra kiegészítve, aki ugye akkor a vezérünk volt, itt említettem mondjuk a Heiser Tibort például. Az esetleg hozzájárulhatott a sikerekhez, amit egyszer olvastam, hogy a derbikkel kapcsolatban nyilatkozta, hogy jellemző volt a csapatra, hogy senkinek nem volt lila színű holmia, szóval így kiélezett, mindenki fradista volt? Igen, azért abban az időben az minden sportágban szerintem a jégkorongban abszolút egyértelmű volt, hogy aki mondjuk 18 éves korában odaigazott a csapathoz, az nagyjából ott játszott el a pályafutása nagy részét. Nem voltak nagy különbség a fizetések között, tehát tulajdonképpen így könnyebb volt egy közösséget kialakítani. Az elmúlt 10 évben megnézhetjük, ahol anyagilag erősebb a klub, oda azért könnyebben tudnak játékosokat igazolni, a különbség sajnos egy kicsit háttérbe szerint, szerintem. És akkor akár zöldből lilába öltözhetnek, nem úgy, mint Hudák Gábor, akinek tényleg semmi lila tárgy otthon? Nincs, és legnagyobb szívfájdalom az volt, amikor a keresztfiam Balogh Balázs az Újpestbe igazolt, úgyhogy, de mondtam neki, hogy nincs az az Isten, hogy én neki szurkoljuk bármilyen Fradi Újpest mérkőzés. Na mondjuk akkor ott egész pikáns, nem tudom, családi vacsorák lehetnek, nem? A Balázs azért nagy fradista lett. A fradista? Újpesti? Az Újpest, inkább azt mondanám, az Újpestbe eltöltött pár év. Jó. Hogy alakult ez később? Nagyon sok anekdotát hallani arról, hogy a Fradi szakosztályai milyen összetartóak voltak. Nemrég például Lipcsei Péterrel beszéltünk, ő említett, hogy rendszeresen jártak le ide önökhöz jégkorongra. Önök is jártak a többi szakosztályhoz? Hát igen, jellemzően a vízilabdásokkal és a labdarúgókkal. Hát egy kis titkot, ha elmondhatok, hogy egy házi bulin mi mutattuk be a Lipcsei Petinek a feleségét. Mit csináltunk? Mi mutattuk be a feleségét a Petinek. Ó, tényleg? Igen. Na hát akkor Peti. Azóta a Gáboréknak köszönheted ezt a nagyszerű családi életedet, ami van. Esetleg más anekdota, ami elmondható?
Hát ami a fradizmusról annyit, hogy szegény Varga Gusztival, Ambrus Tomival, Bíró Attilával mi nagyon sokat úgymond bulisztunk együtt, egymás mérkőzésen jártunk. A mai napig megvan ez a kapcsolat azért, mondjuk a Bíró Attilával, így mert szülinapján részt veszünk, tartjuk a kapcsolatot. A Fradiba találkozunk hogy a Lipcsei Petiékkel is, úgyhogy azért ez megmaradt. Aztán megjönnek a lóbulik, vagy hogy hívják ezt a nyári? Hát igen, 84-ben vonult, 84-85-ben mentem katonának, és akkor meghívtam egy Balatonon, a szüleimnek volt egy nyaralója, ami most már a miénk, és oda meghívtam 5-6 csapattársamat, hogy búcsúztassanak el, és azóta minden évben meghívom a régi csapattársaimat, kizárólag csak fiúkat, és akkor ott anekdótázunk, ugyanazok a sztorikat meséljük évek óta, de jó érező gondolat két napon keresztül. Hát azt nem kétlem. Hogy egy picit a komolyabb vizekre vezünk, egy standard kérdés, ami ebben a műsorban mindig felvetődik, hogy mi az a fradizmus, önnek ez mit jelent? Én ezt nem nagyon tudnám megfogalmazni, ez egy teljesen természetes dolog. Tehát a családomnak, meg a feleségemnek az elején furcsa volt, hogy a Fradi az mindenek felett áll, de megszokták, és nekik is már természetes. Tehát igazából megfogalmazni nem tudom. Ez olyan, hogy tényleg fel kell az ember reggel, akkor megnézi, hogy mi történt a Fradi házatáján, és amikor lefekszik az ember, akkor is megnézi, hogy mi történt a házatáján. És közben, mint ön, meg itt van a Fradi házatáján, és akkor váltatunk is, hogy említettem, hogy a 90-es évek csapata, de hát mindenki tudja, hogy Magyar Mezőny királya volt. Aztán jön a nehéz korszak, ugye 97-ben az utolsó bajnok csapat tagja. Nem tudom, hogy ezt a címet meddig szeretném még tartani. Remélem nem sokáig. De azt látni kell, hogy azért az idei szezonra alakult egy olyan csapatunk, aminek esélye van arra, hogy bajnokságot nyerjen. Azt hozzá kell tenni, hogy szép lassan minden csapatnak lett saját pályája. És a Ferencváros az egyetlen, akinek nincs, úgymond, a régi csapatok közül, és ezt a hátrányt egyszerűen nem lehetett behozni. De most akkor maradjunk még egy picit ennél a mai jelenlegi csapatnál. Hát tényleg, nem tudom, hogy most az esélyesség terhe így rajtuk van? Mert a szezon nem így indult, nem is így nyilatkoztak, alacsonyabbak voltak az elvárások. Igen, szerintem óhatatlan, hogy azért a teher ilyenkor rákerül a játékosokra, egy ilyen jó szereplés után, de én nem várom el a csapattól, tehát nincs kimondva, hogy nekünk bajnokságot kell nyerni. A Fodor Szabolcsa, amikor a szezon elején leültünk és megállapodtunk, mi egy 3 éves periódusban gondolkodtunk. Az volt a tervünk, hogy ugye a junior, a Mac junior csapatától jött, hogy ő ismerte a junior korosztályt, hogy nézze meg azokat a legtehetségesebb játékosokat, akikből esetleg 3-5 év múlva a magyar válogatott gerince kijöhet, és azokból minél többet próbáljuk leszerződtetni, és meglátjuk, hogy mire megyünk. Tehát mondhatjuk, hogy inkább azzal lenne elégedett, hogy a csapat gerince egyben maradjon, és ne kelljen megint egész keretet cserélni majd a szezon után? Hát én bízom benne, hogy nem fogunk keretet cserélni, miután azért már idén is úgy kötöttünk szerződéseket, hogy jó pár játékosnak 2 éves szerződése van. Szerintem azért az eredmények és a csapategység úgy látom azt hozza, hogy nem nagyon kívánkoznak most el tőlünk, de ezt azért ilyenkor még korai kijelenteni. Én bízom benne, hogy ez együtt marad ez a csapat. Most ugorjunk egy picit megint vissza az időben. Ugye említettük, 97 az utolsó bajnokcsapat. Az egy vérbeli fradistának milyen, hogy azóta így veget. Először szurkolóként ugye figyelte a csapatot, utána már vezetőség tagjaként. Szóval nem jönnek a sikerek, ezt hogy lehet átvészelni? Ugye 97-ben a bajnoki döntőn sajnos már nem játszottam. Abban a szezonban még játszottam a bajnoki mérkőzéseken, de a végén akkor fejeztem be a pályafutásomat. És utána 2 évig kvázi mint szurkoló voltam. Majd az akkori szakosztályvezetés kérésére visszamentem először másodedzőnek, majd a vezetőedzője lettem a felnőtt csapatnak. Pont például Fodor Szabolcs volt a játékosom abban az időben. Utána megint távolabb kerültem egy kicsit a szakosztálytól, de 2011 óta egy nagyobb szerepet vállalok, és az elmúlt 3-4 évben viszont úgymond azért a döntések nagy részében benne vagyok. Meg lehet fogalmazni a filozófiát, amikor 2011-ben leültek, hogy mik voltak a célok, hogy milyen úton menjen tovább a Fradi? Igen, az elsődleges cél az, hogy életbe tartsuk a szakosztály. Volt egy toldozott-foldozott felnőtt csapatunk, és volt a Szabolcs utca által edzett 30 főből álló 8-9 éves csapatunk. Tehát tulajdonképpen az volt az egyetlen célunk, hogy ezt valahogy egybe tartsuk és életbe tartsuk a szakosztályt. És ugye nem csak a felnőtteknél, hanem az utánpótlásnál is jött a váltás. Ön is hozzájárult nyilván ahhoz, hogy Kercsó Árpád ide került. 2 éve van itt nagyjából a mester. Mennyire elégedettek a munkájával? Én úgy gondolom, hogy érdemes megnézni azokat a játékosokat, akik a kezel alatt dolgoznak, hogy mennyit fejlődtek. Nem egy könnyű ember, sok vitánk van,
természetesen, de ez azt gondolom, hogy aki a Fradiért és a jégkorongért tenni akar, annak a itt a helye között ülünk. A Fradi városban majd, ha ülünk a jégcsarnokban, mondjuk 5 év múlva, akkor hányszoros bajnok lesz a Fradi, és milyen csapatunk lesz? Ezt azért nehéz megmondani, mert ugye szinte évről évre változik, hogy milyen csapatok indulnak a magyar bajnokságba. Én inkább azt mondom, hogy mondjuk 5 éves távlatban az a cél vezérel, hogy visszakerüljön oda a Fradi, ahol mi úgymond, amikor az én játékos koromban volt, hogy a legjobb magyar csapatként ünnepelhettük a bajnoki címeket. Ha ez az kell esetleg, hogy egy külföldi bajnokságban lévő csapattal mérkőzzünk meg, akkor oda kell eljutni. Tehát mindenképpen a legjobb magyar csapat szeretnénk lenni. Ezt hívják tökéletes végszónak. Az összes interjú alanyunk által dedikált meszt pedig tökéletes relikviának. Figyeljék hétről hétre a Fradi szívet, lájkolják a 9.tv Facebook oldalát, valamint iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, mert hamarosan indul a játék a mezért.